békesség is lehozott mindenkit, kérem emelkedjünk föl a helyünkről. Fogadjuk az igei köszöntést. Kegyelem, irgalom és békesség nekünk Istentől, a mi atyánktól, Szent Fiától, Krisztustól, a mi megváltónktól, a megelevenítő Szentlélek közösségében. Amen. Fennállva 162-es énekünket fogjuk énekelni, annak első versét, imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Helyünket elfoglalva 162-es énekünket folytatjuk tovább. Lehet látni, hogy a második és a harmadik énekverseket fogjuk énekelni, így kezdődik a második énekverse a dicséretnek. Itt megállunk te előtted, felséges Isten. Szívünk szerint magunkat megalázva, csendesedjünk el és imádkozzunk eképpen. Figyelj rám és hallgass meg, Uram! Nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, te megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. Hozzád kiáltok, és te meghallgatsz engem. Amen.
Hallgassuk meg Istennek írott ígéjét Mózes második könyve 32. fejezetéből, az első 8 versből. Velem együtt lehet majd olvasni, miután elfoglalta mindenki a helyét. Tehát Mózes második könyvét fogom olvasni, olvashatjuk együtt. Az első 8 versben megírt történetet, ígét. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, Áron köré sereg lett a nép, és ezt mondták neki. Jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon. Mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik. Szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte hát az egész nép az arany fülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni. Majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr, menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják. Ez a te Istened Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Eddig az írott íget. Kedves barátaim, szeretett gyülekezet, a mai alkalmon köszönhetően a napi ígék sorának, hiszen az Ószövetségben a Mózes második könyvét olvassuk. Elénkbe került az aranyborjú történet, és ennek az aranyborjú történetnek a segedelmével arról szeretnék szólni, hogy a bálványok mit keresnek az életünkben? Hogyan gyártjuk őket? És ezek a bálványok milyen veszélyeket rejtenek számunkra az életünkben? Mi a bálvány? Tegyük fel a kérdést. Hát induljunk el valahonnan. A magyar nyelvbe a szláv nyelvből került. Amikor idejöttek az őseink, akkor látták, hogy a településeket, a nagyobb területi egységeket, monolitok, kövek, vagy éppen valamilyen magaslaton lévő fák határolták. És azt is látták a magyarok, hogy ezeket a fákat, ezeket a köveket különös, vallásos tiszteletben részesítették a szlávok. És megkérdezték, mik ezek, és mondták, hogy bálványi. És innen lett a magyar szóban a bálvány, a magyar nyelvben. Az eredeti, a héber, az ennél, ami azt jelenti, hogy semmi, üres. Mind a kettő utal valamire, arra utal, hogy valami az életben, egy adott ponton, egy adott helyzetben valahogy szembetűnő, kiemelkedő, hasznosnak és fontosnak látszik, orientálódásnak megfelelő pont, de valójában semmi. Ezt egy kicsit próbáltam összefoglalni saját magam is, hát így a számotokra, hogy mi is valójában a bálvány. Nehéz egy mondatban összefoglalni, de valami ilyesmi lehet. A bálvány mindaz, ami nem az önmagát kijelentő Isten, de isteni jogokkal bír. Tehát ami nem Isten,
ami nem egyértelműen az önmagát az ígében, Krisztusban kinyilatkoztató Istenhez köthető, de mégis ugyanazokkal a jogokkal bír, mert ugyanúgy az emberek tisztelik, imádják, figyelnek rá, követik, ugyanúgy áldoznak neki, ugyanúgy lesik, figyelik, hogy vajon milyen jelleket ad. Nem Isten, de Isten ittve van. Ez a bálvány. A bálvány tehát valami vagy valaki, akire rátapod a füled. Mit üzen? Rátapod a tekinteted? Mit mutat? Egy másik dimenzióhoz tartozónak gondolod, ami fölötte van az emberhez képest. A bálvány tehát bármi lehet, bárki lehet, akiről azt gondoljuk, hogy valamilyen tulajdonságánál fogva, az embernél például szépsége, tehetsége, ügyessége, kiemeli közülünk és több lett, dimenzionálisan több, ugyanígy lehet valami más is, ami nem élő, energia, szellem, lélek, tárgy, lehet valami, aminek azt tulajdonítjuk, hogy nem ebből a síkból, nem ebből a dimenzióból való, tehát valamivel több, mint mi. Lehet például az egy hegy, mint a japánoknak a Szent Hegy. Lehet egy fa. Lehet egy kő. Szóval bármi és bárki, akit magunk fölé emelünk, Isten és közénk helyezzük el, figyelünk rá, úgy gondoljuk, hogy hatással bír ránk, úgy gondoljuk, hogy követni illik, úgy gondoljuk, hogy meghatározhat dolgokat, ezért imádni és tisztelni illik. Na, akkor hadd mondjak rá példát, mert ez eléggé bonyolultnak tűnt. Lehet ember egy bálvány, ember is lehet. Hát a történelemben nagyon sok bálvány volt, akikre milliók figyeltek, akiket az ember fölötti kategóriába soroltak. Ott van Sztálin, de mondhatnám Hitlert is. Milliók hallgattak rájuk, ahogyan a császárokra milliók figyeltek, és azt hitték, és azt gondolták, hát ő több, mint mi. Pedig kevés gyarlóbb ember volt a Földön, mint például az Isten étett, és mind a mai napig bálványozott. Elvtárs. De nem csak ilyen nagy nevekkel tessék gondolni. Vannak olyan nevek, amelyeket nem írnak föl sehol, névtelen bálványok, amikor beszélgetek olyanokkal, akiknek véget ért a házassága, de sokszor hallom, pedig olyan tökéletesnek látszott. Hú, én azt hittem, az mindent tud. Az én férjem, az én feleségem ennyivel volt fölöttem. Mindenre figyeltem, amit mondott. Mindent úgy csináltam, ahogy ő mondta. Aztán egyszer csak a szememről a hájuk lehullott, és kiderült, hogy ő is csak egy ember. Nem is akármilyen ember. Egy anglikán lelkész gyerek, Charlotte Bronté, ezt írja. Istent eltakarta a szemem elől egy ember, akiből bálványt faragtam. Szóval bálvány, aki isteni jogokkal bír, de nem Isten. De nem csak élő személy lehet ez. A napokban az volt a hír, nem tudom, hogy hallottuk, vagy olvastuk, hogy megfejtették a Stonehenge, aki nem tudná, esetlegesen ez Angliában van, megalit építmény, kövekből van, egy menhír jelleggel körbe rakva egy terület. Csillagászati oka volt, a druidák voltak azok, akik oda jártak. És az a lényeg, hogy sokáig gondolkodtak rajta, hogy hogyan lehetett ezt megépíteni. 4,5 ezer évvel ezelőtt. Több tonnás kövek, ráadásul ott a környéken ilyen kövek nincsenek, és akkor jöttek az ötletek. Ezt az egyiptomiak csinálták az UFO-k segítségével.
Na hát kiderült, hogy 50 kilométerre van egy bánya, ahonnan hordták. És kipróbálták, hogy a legnehezebb követ is 200 ember el tudta húzni odáig. Ez csak azért érdekes, mert ennek a Stonehenge-nek volt egy misztériuma. Volt valamilyen misztikum, ami belengte. Már a 19. században, 1870-es években az újságokban hirdetni kellett, hogy emberek ne kalapáccsal járjanak a Stonehenge-hez. Mert mindenki vitte a kis kalapácsot, leütött egy darabot, és hazavitte. És odahaza, ha fájt valakinek a szeme, akkor rátették. Ha a foga fájt, oda helyezték. Ha a hasa, akkor arra tették. Mert az valami szent, az valami energiagyűjtő, abból valami olyan gyógyító eszközt lehet csinálni, mert ilyen az, amikor az ember megistenít, amikor teremtményt teremtői kategóriába sorol, és ott vannak a kis amulettek. Csak azért, hogy ne gondoljuk azt, hogy ezek az angolok, ott vannak az amulettek. Amiket az ember a nyakába tesz, zsebébe rejt, és azt gondolja, hogy ha jó, megsimogatja, ha ott van a szíve fölött, ha a nyakában lóg, akkor ott nem lehet semmi baj. Mert ez a bálvány. A bálvány meg van istenítve. Isten helyett valami isteni, valami istenített. Egy író így fogalmaz. A hite hagyottak, és hozzáteszi, majdnem mindnyájan azok vagyunk, alig várják, hogy bálványt találjanak, és imádhassák. Ha nincs jobb, vagy nincs olcsóbb, készek imádni az összecsukható ruhafogast, a csilingelő madonnát, a műfogsor öblítő automatát. Ne akard velem megetetni, hogy nem adnál néhány fillért egy olyan amulettért, amelyet elég a nyakodba lógatni, és utána tudod, boldog leszel. Szóval ez a bálvány. A teremtett világ része, személy, tárgy, erő, amit mi magunk fölé emelünk, és úgy tiszteljük, és úgy imádjuk, mintha titkos tudás birtokában lenne, és mintha képes lenne az életünket irányítani. Úgy, ahogyan az igében is van. Úgy, ahogyan az igében létrejön az aranyborjú. Mert mi történik? Figyeljünk csak! A nép Isten nélkül van. Azt olvastuk az igében, hogy Isten és Mózes nincs. Nincs az, aki kivezetett bennünket, nincs kéznél, nekünk most kellene. Ezért azt mondják Áronnak, idézem, készíts nekünk Istent. Értjük? Nincs az az Isten, aki eddig volt, nincs kéznél, nincs aki vezethetne, nincs akire figyelhetnénk, ezért csinálj nekünk egyet. És aztán a saját aranyaikból csinálnak egy aranyborjút. És azt mondja Áron, itt az Isten. Van már Isten. Ezt onnan lehet tudni, hogy erre volt igazából szükségük, mert azt olvasok, hogy utána pedig leültek enni, inni és mulatozni. Minden rendben van. Megvan az Isten. És ebben az a szomorú, kedves barátaim, hogy az az Isten, aki kivezette őket, aki a világ akkori legerősebb hatalmától kiszabadította ezt a semmi népet, azt a népet, amely halálra volt ítélve, ami rabszolgaságban volt, ami ennek köszönhetően sem erőben, sem képességben nem volt ott, hogy saját magától ki tudjon jönni Egyiptomból, a rabszolgaságból, ez az Isten, ez van. Olyannyira van, hogy pontosan ebben az időben ugyanez az Isten fönt a hegyen, a Sínai hegyen adja nekik a törvényt.
Adja nekik az életszabályokat, adja nekik azokat a kereteket, amiben majd békességben, Isten és ember iránti szeretetben képesek élni évszázadokon keresztül. Ennyire van ez az Isten. De nincs ott, amikor ők akarják. Így jön létre a bálvány. Hogy akkor legyen ott, amikor én mondom, úgy legyen ott, amikor én mondom, magammal vihessen bárhová. Így jön létre a bálvány. És mielőtt elkezdenéd azt gondolni, hogy micsoda szomorú történet ez az aranybori történet, hogy hogy lehetnek ilyen igazságtalanok ezzel az Istennel, most nem ugyanez van. 2000 éve hirdetjük, hogy Isten van. Nem láthatod, de van. Olyannyira, hogy önmagát adta értünk, megszületett ebbe a földi létbe, emberformát vett föl, meghalt a mi bűneink helyett. Alászállt a poklokra, hogy legyőzve a halált, megnyissa a sírt, és legyen feltámadásunk. És visszament a mennybe, azért, hogy helyet készítsen nekünk, hogy ha megyünk, akkor várjon bennünket valami tökéletes. 2000 éve ezt hirdeti a kereszténység, ezt hirdeti ma a református, a római katolikus, a görög katolikus, a baptista, ezt hirdeti ma az egész keresztény világ. És mi ehelyett választunk valami mást. Választunk bálványt. Mert nekünk ez az Isten nem kell. Mert ennek az Istennek van egy tulajdonsága, ami nekünk nagyon nem tetszik, hogy szuverén úr, önrendelkező. Ezt az Isten nem lehet bezárni egy fiókba, hogy most itt maradsz. Ezt az Isten nem lehet elvinni magunkkal, hogy jössz velem. Ezt az Istent a szuverén, hatalmas urat csak imádni szabad, és könyörögni neki, mert ő önrendelkező. Őt, visszautalva a hallott idézetre, nem rakhatod a nyakadba, nem rendelkezel felette, mert ő rendelkezik fölötted. Őt nem lehet megvezetni, becsapni egy gesztussal, hogy néha odadobok neki a perselybe néhány forintot. Őt nem lehet azzal megvezetni, hogy néhány keresetlen imádságot, ha bajban vagyok, elmondok neki, és ezzel ő le van tudva. Ő teljes szívvel, teljes lélekből, teljes erőből, minden gondolatoddal imádni szeretni kell. A kevésért, amit adsz, vagy a semmiért, csak keveset és semmit várhatsz vissza. Ez a baj az Istennel. Egy amulett más, lecserélhető, aranyborjú helyett lehet ezüstborjú. Aranyborjú helyett aranylovacska. Azt lehet. Azt lehet simizni. És meg lehet verni. Biztosan tudjuk a történelemből, hogy amikor az első támadás volt a perzsák részéről a görögök felé, akkor bizony a Márvány-tengernél, a Boszporusznál akkora vihar volt, hogy nem tudtak áthajózni. Erre az akkori perzsa király kirendelt több ezer rabszolgát, és mindegyiknek adott egy korbácsot, hogy verjék el a tengert. Mert milyen Isten az, akinek áldoztak, és nem engedte átmenni a hajókat, elkorbácsoltatta a tengert. Istennel nem tudod megtenni. Mert Isten szuverén hatalom. Egyszer kórházban voltam, térdemet műtötték, és akkor mellettem is egy ugyanebben utazó kedves ember volt, és kiderült, hogy valami egyházi személy lennék, és egyszer csak felé fordult, mert egész éjjel hánykolódott, nagyon rosszul érezte magát, és azt mondta, mondja már meg maga, hogy nekem miért nem segít a maga Istene. Jó kezdődött a kérdés, és meg a válasz is szerintem nagyon aktuális. De én megkérdeztem tőle, de hát kérte maga azt, hogy segítsen ez az én Istenem? A válasz az volt, hogy hát milyen Isten, akitől ezt kérni kell? Ugye mennyire mai? Hát milyen Isten ez? Még kérni is kell. Hát mondom, hogyha élő, érző,
valóságos személynek gondolja az Istent, akkor kérni kell. Bizony kérni kell. És most gondolj magadra. Gondolj az egészségügyi, a magánéleti, a családi, az anyagi, a munkahelyi gondjaidra. Kértette már a jó Istent, hogy segítsen? Hát kérni kell. Bizony kérni. Ez a különbség egy talizmán, ez a különbség egy bálvány, és ez a különbség a mindenható Istenünk között. Kérni kell, mert ő valódi, élő hatalom. Kérni kell, őt nem lehet csak körbejárni, nem lehet csak mantrázni a nevét, viszont ő teljeset ad. Tökéleteset ad, tehát egyszer, ha kéred, meg fogod tapasztalni, hogy ő tökéletes megoldást ad. Az aranyborjú gyártása könnyebb, nyilván, mint ezzel az Istennel párbeszédben lenni. Mert ő mondhat neked olyat is, ami nem tetszik. Uram, olyan sok gondom van a családommal. Igen, gyermekem, mert kibírhatatlan és kiállhatatlan vagy. Nem ezt vártam. Nem. A többieket, azokat javítsd meg, ne engem. Persze, egy aranyborjúval könnyebb a dolgunk. De amikor az élő Isten mondja az ő igéjét, akkor aztán helyre billennek valóságosan a dolgok. És tudjátok, ezért veszélyes a bálványokkal foglalkozni. Ezért veszélyes lecserélni az Isten bálványokra. Ezért életveszélyes, üdvösségveszélyes bízni a bálványokkal. Mert ha valaki a bálványra figyel, akkor nem hallja az Istent. Ha valaki a bálványt nézi, akkor nem látja az isteni jeleket. Nagykanizsán voltunk a családban, és egy gyalog átkelő helyen ezt láttam. Ez onnan van, ez Nagykanizsáról van. És ilyet még nem láttam korábban. Látjátok? Ott van egy fülhallgató keresztül húzva, ott van egy telefon keresztül húzva, mert az a tapasztalat, ha valaki esetlegesen ezeket használva, a külvilágot teljesen kizárva, megy rá az úttestre, ahol azért komoly vasak működnek és közlekednek, abból életveszély lehet. Hát ugyanez a baj, kedves barátaim, azzal, ha valaki bálványimádó, ha valaki lecserélte az élő Istent egy bálványra. Hogy mondja Jézus, látván nem látnak és halván nem hallanak. Ezt Jézus mondja. Van ilyen, aki látva nem lát és halva nem hall. Mert másra figyel. És ezért nem hallja az Istent. És még egy dolog, azért nem érdemes a bálványokkal foglalkozni, mert tudjátok, ebben a történetben az is benne van, majd fogjátok olvasni, hogyha mindenki veszi a fáradtságot és a napi igéket olvassa. Ugye a 33. fejezet elején azt kérdezi az Isten, akkor én inkább nem mennék veletek, mit szólsz hozzá? Mert ha Isten megbántja valaki, akkor elérkezhet az az idő, hogy azt mondja, akkor menjetek. Szerintetek Nyugat-Európával mi a baj? Elmondom. A nagy gazdagságukban, a nagy önhittségükben bálványimádók lettek, tisztelet a kivételnek. Imádnak eszmét, imádnak pártot, imádnak pénzt, bankot, Isten üljön le a cserepadra. Fölgyújtja néhány migráns a katolikus templomokat, hát tulajdonképpen mi úgy is le akartuk bontani. Mit gondoltok, nem az lehet, hogy Isten azt mondta, jó, akkor menjetek. Akkor menjetek nélkülem. És mi, akik itt vagyunk 1100 éve, mi, akiknek annyi ellenségük van, akiket annyian akarnak kivégezni, megengedhetjük, hogy azt mondjuk, hogy nekünk Isten nem kell, majd találunk mást. Azért vagyunk itt, mert hogy Isten mellett tettük le a voksunkat.
Azért vagyunk itt? Még mindig. Mert Isten védett, óvott, mert Isten vezérelt bennünket, adott olyan embereket, és mindig ad, akikre, ha odafigyelünk, és valóban az Istentől való működését követjük, akkor összeáll az egész egybe a mozaik. Értitek? Meg lehet tenni, azt hiszitek, hogy csak ennyi, hogy voltak nálam olyanok, elnézést, hogy lehozom. Kedves, tiszteltes úr, én hiszek az Istenben. Én imádkozom is érte. Legyen az életemben. Sok-sok jó, sok-sok boldogság, és egy puff alulról elkezdi nekem kopogtatni az asztalt. Csak el ne szóljam. Testvér, hát te hogy hiszel az Istenben, mikor, és akkor mondja is, hogy bocsánat, ballal kellett volna. Mert hogy még ennek is van trükkje. Testvér, vagy az Istenben hiszel, vagy bálvány. A kettő együtt nem megy. Hogy elkopogtatod a szellemeket, az ártó szellemeket, vagy pedig imádkozol az Istenhez. Ez a két alternatíva van. Ezzel fejezem be, az Úr Jézus azt mondta, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Nincs más. Ez az egy alternatíva van. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És akkor nem kell semmiféle pótcselekvés, nem kell pót Istenke, mert ő mindenre elég. Tőle van minden tökéletes adomány, ajándék, amire szükségünk van. El lehet kerülni az élet és üdvösség veszélyes helyzeteket, ha valóban csak az Urat imádjuk, és csak neki szolgálunk. Úgy legyen. Amen. Fölemelkedve helyünkről mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalva 167-es éneket fogjuk énekelni, annak az első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Istennek szent lelke, szállj le mireánk, és vezess el minket a te szent ígéd, és a sákramentum által a Krisztus Jézus megismerésére. Amen. Kedves család, kedves szülők, keresztülők, barátok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket újra.
Isten házában, és veletek együtt megköszönjük a mindenható Istennek a gyermek és szülei életét. Megköszönjük azt, hogy több mint egy éves nagy fiatalember az, akit itt szemtől szemben állva láthatok, és láthatom az örömöteket, ezért nagyon boldogok vagyunk, és azért is boldogok vagyunk, hogy az Isten népéhez tartozását kéritek ezzel a keresztelési alkalommal ennek a gyereknek. Ennél szebb és nagyobb ajándékot ritkán lehet adni, hogy egy olyan közösséghez, amely évszázadokon keresztül országot, nemzetet épít, alapít és tart meg, ahhoz tartozhat egy most született gyermek. Hisszük, hogy nem hiába való ez a mostani alkalom, ennek áldása majd az ő életében és rajta keresztül a ti életetekben is meg fog nyilvánulni. Hallgassátok meg, hogy Jézus miképpen szerezte számotokra és számunkra a keresztelés sákramentumát. Ezt a Máté evangélium a 28. fejezetéből fogjuk hallani, az utolsó három versből. Mielőtt tehát Jézus elment volna mennyei dicsőségébe, utolsó akarata, last will, utolsó rendelése, végrendelete az volt, hogy legyenek megkeresztelve az emberek, és különösen is legyenek megkeresztelve az ilyen kicsi drága gyermekek. Hallgassuk is az ígét. Jézus tehát hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. És egy különösen is ide szóló ígét szeretnék olvasni. Ez a Máté evangélium a 22. fejezetéből való. Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. A hallott ígét Máté evangéliumából olvastam föl, de vehettem volna Márk evangéliumából is. Talán ez elegáns lett volna, vagy mindenki fogja hallani, hogy miért. Szóval keresztelünk, és a keresztelésről mindig el kell mondani, hogy mi az és mi nem az, amit a keresztelésnek mondhatunk. Azt szoktuk gondolni, hogy a keresztelés az nem más, mint valamilyen nemes alkalom, valamilyen hagyomány, amit ildomos, illendő megtartani, de tulajdonképpen idejét múlta. És innentől kezdve, hogyha esetlegesen ez nem történik meg, attól is teljes életet lehet élni. Nem szabad a múlt és az életnek a elhanyagolható részévé tenni a keresztelést. Hiszen ha most ez valóban egy hagyomány lenne, és valóban csak arról lenne szó, hogy ilyenkor van egy névadás, akkor én szeretettel kérdezem meg, hogy az elmúlt egy évben vajon hogyan szólítottátok volna a gyermeket. Tehát semmiképpen nem egy hagyományos névadás. Semmiképpen nem valami varázsszer átadása. Akkor mi? Hát a keresztelés a hallott ige alapján, meg a látható ige alapján egyértelmű, hogy szeretet ünnep. A szeretet ünneplése. A szeretetről való beszéd. Az a lehetőség, hogy beszéljünk arról, hogy Isten mennyire szeret benneteket. Hiszen megáldotta a házasságotokat. Annyira szeret benneteket, hogy a csodálatosan szép gyermekáldással megpecsételte a házasságotokat, és így már családdá lettetek. Azt tudja ezt igazán, aki nem kapta meg ezt a lehetőséget. Isten annyira szeret benneteket, hogy édesanyai és édesapai szolgálatra alkalmasnak tartott benneteket, és erre elhívott.
A bizonyítéka ennek a mostani alkalomnak, hogy szeretet ünnep, az is, hogy 2018 áprilisában ti kimondtatok valamit. Ugyanitt. Az egy szeretet eskü volt. És most íme, két év távlatából azt mondhatjuk, hogy szép harmóniában itt vagytok. Bizonyítéka a szeretet meglétének, vagyis a szeretet eskü igazságának, hogy itt vagytok. Ugye, hogy a szeretet ünnepe a keresztelés? És a szeretetről szól az is, hogy ti annyira szeretitek a gyermeketeket, hogy meg akarjátok adni neki mindazt, amit megadhattok. Megadjátok neki azt is, hogy még az Isten is az ő gondoskodó szeretetével, kegyelmével és irgalmával erre a gyerekre fókuszáljon. Akkor szeretjük igazán a gyerekünket, hogyha minden lehetőséget biztosítunk neki. Ha ebből kimarad az, hogy és az Istennel is rendezett viszonya lesz, vagy legyen, akkor itt kérdőjelessé válik a teljes szeretet. Ti annyira szeretitek ezt a gyereket, hogy azt akarjátok, hogy Isten azt mondja rá, ő az enyém, és én egész élete utolsó szívdobbanásáig gondot viselek rá. Ti annyira szeretitek, hogy ebbe a közösségbe, amelyről azt kell mondani, csak a legelőkelőbbekhez mérhető, hogy valaki Isten gyermekének is mondhatja magát, és egy előkelő társaságba mindenféle ajánló levél nélkül be se lehet lépni. Ti megadjátok neki a kereszteléssel azt az ajánló levelet, hogy ő az Isten gyermekének mondhassa magát. Ennyire szeretitek, ezért szeretett ünnep egy keresztelés. És azért szeretett ünnep, mert a keresztülők annyira szeretnek benneteket, hogyha nem is értenek mindenben egyet veletek. Ha nincsenek is mindenben egy platformon veletek, akkor is ennek a gyereknek a sorsa alakításából kérik a részüket. És megígérik, hogy úgy fogják szeretni ezt a gyermeket, mint a sajátjuk lenne. Ennyire szeretik a gyermeket és szeretnek titeket, kedves szülők. A keresztülői szeretetről is szól. De kedves barátaim, a legnagyobb parancsolat most jön. Első és nagy parancsolat. Az, hogy szeressétek az Istent. Eddig az emberek közötti szeretetről, az ember iránti szeretetről volt szó. És közben elfelejtjük, hogy van egy dolog, amit meg kell tenni. Nekünk is szeretni kell az Istent. Mi azt természetesnek veszük, hogy ő szeret bennünket. Ez a dolga. Gondoljuk mi. Ezért cserébe úgy gondoljuk, semmit nem adhatunk. De igen, hogy szeretjük. És a szeretetünknek a kiábrázolása a keresztelés. Amikor megkeresztelünk egy gyereket, azt üzenjük Isten felé, szeretünk. Márpedig akiket az Isten szeret, azoké minden. Akik az Istent szeretik, azok megkapnak mindent. Szóval gratulálok a szeretet ünnepén. És kívánom, hogy ebben a szeretetben éljetek, és ebben a szeretetben maradjon meg a családotok, a keresztülői szolgálatra kívánok nagyon sok erőt, hogy tudjátok, mindig nagyon szeretni ezt a kedves házaspárt, és természetesen szerelmük gyümölcsét, ezt a kisfiút. Mert Isten biztosan szeretni fog benneteket. Amen. Fölemelkedve helyünkről, mielőtt a keresztelés megtörténne, valljuk meg közösen a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyháza befogadtassé, kedves szülők, keresztülők, ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldjon meg benneteket. Másodszorban ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi lelki erőt, hogy ezt be tudjátok teljesíteni. Most pedig odafordulok a gyülekezet közösségéhez. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben tudják nevelni. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük, ígérjük. Isten adjon testi lelki erőt ehhez. Most pedig következzék a keresztelés. Márk Máté, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A magasságos Isten cselekedje, hogy ez a drága gyermek továbbra is nőjön, gazdagodjon hitben, reményben, szeretetben. Éljen mindannyiunk örömére, családja áldására, nemzetünk javára, egyházunk és Isten dicsőségére, örökkön örökké. Ámen. Titeket pedig, kedves családtagok, áldjon és őrizzen meg az Úr, adjon hitet, reménységet, szeretetet, jó egészséget és erőt, hogy fogadalmatokat tökéletesen be tudjátok teljesíteni. Ámen. Most pedig közösen imádkozzunk a megkereszteltért és családjáért. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel, a család minden tagjával együtt, egy gyermekért, akit nekik és nekünk is ajándékoztál. Kérünk, Atyánk, őrizd meg őt, engedd, hogy testi lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessen. Tedd őt Krisztusunk, egyházunk, nemzetünk hűséges szolgálattevőjévé. Segíts minket is, hogy élő hitet, Krisztus Urunkat igazán tisztelő és követő példát adjunk elé. Add, hogy szeressük őket, és szeressünk téged. Segíts, Úrunk, hogy a ma tett fogadalmat embertársaiknak áldásául megtarthassák a szülők, a keresztszülők, a nagyszülők, a rokonok, és valóban ebben a kisgyerekben minden talentumod, ajándékod, amit elrejtettél, ki tudjon bontódni, és éljen teljes testi, lelki, szellemi harmóniában, minden oldalról és minden helyzetben megerősített életet. Amen. Kérem, foglalják el helyüket a kedves gyülekezet tagjait, ti még maradjatok. Szeretnék gratulálni és szeretném hirdetni, hogy ahogyan láttuk, megkereszteltük Kardos Márk Mátét. Innen volt ez a bizonyos megjegyzés, hogy a Máté vagy a Márk evangéliumából nem tudtam eldönteni, hogy melyikből legyek, de így mind a kettő szerepel. Megkereszteltük tehát Kardos Ferenc és Timkó Beáta fiúgyermekét és a keresztülők Nagy János, Kardos Krisztina és Timkó Erika, és őszintén gratulálok a szent megbízáshoz, meg hivatalhoz, szolgálathoz pedig sok erőt. Szeretettel adom át a mi ajándékainkat. Egyfelől emléklap, ez a mai alkalomnak a bizonyítéka, másrészt pedig egy könyv, amiben énekek, versek vannak, és kifestő. Szoktam mondani, nem véletlen, hogy ennek a használatát ezt tartogassuk arra az időre, majd a gyerek kezébe akkor adjuk, amikor nem csak satírozni, hanem színezni is tud. Mert így hamar be fog telni egyébként.
Úgyhogy kívánok nektek jó egészséget, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a házasság kötéseteknek is, és a gyermek keresztelésnek is én lehettem itt a szolgálat tevője, és szeretettel köszöntöm a kedves hozzátartozókat. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretném a következő hét alkalmait meghirdetni. Egyfelől hirdetem, hogy holnapi nap, hétfőn 15 órától itt a nagy templomban gyászisten tiszteletet tartunk dr. Sánta József, egykori presbiterünk, városunk díszpolgára, de a legfontosabbat most mondom, barátunk emlékének szentelve. Mindenkit várunk szeretettel, tehát holnap 15 óra. Hirdetem, hogy jövő héten csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti házban. Szombaton gyászisten tiszteletünk lesz 11 órától a kiskulcsosi templomban. Uszkai Gabriella Erzsébet, 89 évet élt nőtestvérünkre fogunk emlékezni. Vasárnap 9 órától, Kiskulcsoson 10 órától itt a nagy templomban lesz úrnapi alkalom. Emlékeztetek arra, hogy július 26-án az Isten tiszteletet követően Zagyva Sándor Károlyné, született Kálmán Mária, 4 évvel ezelőtt elhunyt asszonytestvérünkre emlékeztünk. Isten vigasztalja meg a gyász, elválás fájdalmát átélő kedves hozzátartozókat. Emlékeztetek, hogy július 28-án kedden 14 órától a Borüdülői temetőben Földvári Imrét kísértük az utolsó útra, aki életének 83. évében pihent meg, és Szív utca 8 szám alatt lakott. Jelenlévő, vagy éppen távolban gyászoló kedves családtagokat Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk. Hirdetem, hogy persei adomány megtételére lesz lehetőség. A nagy templomban az elmúlt vasárnap 48.250 forint volt a persei adomány összege, köszönjük. Kiskulcsoson ez 4.520 forint volt. Előre megköszönjük azoknak a jóságát, akik most is támogatják gyülekezetünket. Egyéb adományok is érkeztek, nagy templom felújítására két család 70.000 forintot, konfirmációs táborra pedig egy család 20.000 forintot adományozott, ez összességében 90.000 forint. Őszinte szívvel és szeretettel köszönjük meg a támogatást. Legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora a mindenható Isten. Fölemelkedve a helyünkről fogadjuk az áldást. Végezetül Istennek kegyelme, szeretete legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, a megváltót, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva 395-ös éneket kezdjük el énekelni, annak első és második énekversét. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, ezzel az énekkel köszönünk el egymástól, köszönünk el azoktól, akik a televízión keresztül figyelnek bennünket, vagy éppen valamilyen közösségi oldalról követik az Isten tiszteletet, és kívánok mindenkinek áldott szép vasárnapot, eredményes és hasznos következő hetet. Isten legyen önökkel áldás békessége viszontlátásra. Énekeljük tehát az első és a második versét a 395. dicséretünknek.
Hát, de nem szeretném. Ott tudod is.